Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Liceum Televízió lelátó című műsorát látják, ahol az LKF Hészese hazai pályán fogadja a tiszaújvárosi Phoenix KK gárdáját. És a pályára fáradt a kezdő csapat. A mieinkben a változás annyi, 4-es számmal Bartuska Jenő játszik a mai szép napon, 10-es számmal pedig Stefán Dávid, ami azt jelenti, hogy Fábián Péter ma nem játszik. És hát a vendégcsapat, az edző Szendrei Tibor, a segédedző Benőcs Tibor, 4-es számmal Tóth Tamás, 5-ös számmal Sárovszki Gábor, 6-os számmal Csabák Bence, 7-es Vásári Attila, 8-as Brunyánszki István, 9-es Radányi Ádám, 10-es Molnár László, 12-es Szabó Róbert, 13-as Ajodele Oluvaszei, 15-ös Sefcsik Tamás, 17-es Pongrácz Gergely, 19-es Magyar László, két játékvezető Rácz Zsolt és Balog László. És hát Magyarnál a labda. Közben én is köszöntöm a kedves nézőket. El kell, hogy mondjuk Zsoltival, hogy elhatároztuk, hogy a színesbőrű játékos csak Szegyinek fogjuk hívni. Mivel mindenki más is így hívja. Nekünk is egyszerűbb. Így van, most volt egy szép próbálkozásra fent ebben, mint a túrnak. Sárovszki. Brunyánszki. Ki nem tudná, annak elmondanánk, hogy 2-0 az állás. Az egyik, a másik pedig az, hogy 8. helyen áll jelenleg a Tiszaújváros. 5 veresége van. És két győzelme, mi ugye a negyedikek vagyunk, 6 győzelemmel és 1 vereséggel. De abszolút jó csapat, jól össze van rakva. Most már ugye színesbőrű játékosok is van, aki több lepattanó listán is az élen szerepel az NB1B keleti csoportjában. Úgy van. És hát közben nézhetjük, ahogy szarvas van egy szabadot. Máté. Az első hibát pedig Brunyánszki követte el. Rusznek. Máté. Ez átlátszó volt, hegedűs, majdnem meglett, Zsemje nem tudta megmenteni, Radányi húzta le. Előző meccs az képes, most más kezdő ötössel álltunk fel, Katona Róbert helyén ismét hegedűs láthatjuk. Igen, hát tudni elég sajnos. Nem tudtunk az előző mérkőzésre kimenni és felvételt csinálni. Sütő Gergely kollégám ott volt és végignézte a meccset, úgyhogy ő tud erről bővebben beszámolni. Hát sajnos, hogy nem tudtuk felvenni a mérkőzést. Nagyon jó meccset játszott az LKF Hész az Óbudai Kaszásokkal, ahol hosszabbítás után sikerült győzni a Zegrieknek. Közben egy sapkát adott Szegyi. Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Nem szabad, hogy megjöjjön neki a kedve, mert az előbb Rusznák ugye hagyta kívülről dobni. Nem olyan jókezű játékos révén hátra kihagyja, de sajnos betalált elég pontosan. Most is egy blokkot is nagyon jó ütemben adott sajnos. Magyarnál a labda. Brunyánszki. Brunyánszki hármasa is bent van. 8-0. Ajaj. Tiszaújváros sajnos azt tudhattuk, hogy 3 pontosokkal fog appellálni. Csak az a baj, hogy most be is ment nekik az eddigi meccsikön, nem mindig történt ez így. Szarvas próbál szépíteni, kihagyja. Na talán most már itt látom az egyű fiúkon a pályán, hogy most már megbeszéljük, hogy akkor össze kéne szedni ezt a védekezést. A 8-0 nagyon bekezdtünk sajnos, idézőjelben. Eléggé. Magyarnál volt a labda. Szei. És most már ki is lép Rusznák Szeire. Igen, Rusznáknak lehet esélye ellene talán. Kicsúszott. Fentebb említett Szei megült a pályán. Jó, jó elgondolás volt, Brunyánszki kihagyta. Szarvas. Hegedűs. S támadó hiba. Alapvetően a játékvezetőt láttam, Szarvasra ítélt támadó hibát. Nem kéne hagyni, hogy itt az elején nagyon belelkesedjenek a tiszaújvárosiak, mert a magunk dolgát nehezítjük meg ezzel. Persze könnyű ezt innen mondani. Magyar. Brunyánszki. Azt hiszem, ma jó pár hármast láthatunk majd, vagyis kísérletet. Hát minimum kísérletek lesznek. Ó, Zsemje húzta le a lepattanót. Máté. Ez is szép kísérlet volt, nem sok híja volt. Rusznák, lássuk mit verekszik a palánk alatt. Hegedűs menti. Máté. Szarvas. Úgy érzem, Rusznáknak kéne ezt erőltetni, amit most csinált, mert az ember, aki őt fogja, úgy érzem, hogy
valamivel talán szerényebb képességük. Nagyon szép, Máté három pontosa. Így van, ez pedig gyönyörű találat volt. Magyar. Sávorszki. Szeit. Ez kimaradt. Hegedűssé lett. Szarvas. Majdnem elveszítette, nem sok híja volt. Közben látható a kispad mellett, hárman is melegítenek. De már a kezdőtös feljövetelekor is melegítettek. Ó, Zsemje megmentette, de sajnos Zsemje nem sikerült. Kisebb ütést azért kaphatott. Szeljú jobb két pontjával, 3-10 a vendégek javára. Szegény nagyon jó felépítésű, ruganyos játékos, annak ellenére, hogy ugye Rusznak magasabb nála, nem lesz könnyű dolga. Elég erős. Nem minden a méret. És nagyon nagyot ugrik. Nem minden a méret. Hát reméljük láthatunk egy olyan jó mérkőzést, mint a múlt heti. Ezúttal is elnézését kérjük ismét az egész csapatnak, hogy nem sikerült eljutnunk arra a bizonyos mérkőzésre. Nagyon szerettünk volna kimenni, de sajnos személyzeti hiányunk volt idézőjelben. Kasszások ellen is sajnos jellemző volt a csapat, hogy az első negyedben elég álmosan kezdtek. Most is azért 10-5, de volt már 8-0 is. Hát még mindig jobb a 10-5. Így van. Na lássuk. Sávorszki. Brunyánszki. Magyar. Sávorszki. Hármasa kimaradt. Látod, hogy nem lesz jó a dobás. Innen, ahol mi ülünk, pont. Igen, ez megállapítható volt a pontos szögből. Máté. Zsemje. Máté. Nem volt rossz ötlet. Hegedű sorban menti a labdákat ma. Ki kellett kerülni Máténak pár kezet ennél a betörésnél, nem volt egyszerű dolga. És majdnem pont is lett belőle. Zsemje. Ez az. Husznek. Ez jó labda volt Zsemjétől. Center párjának beadta a labdát. Trusznek jött büntetővel. Nem. Elnézést. Most azt hittem, nem, nem dobás rá. Közben volt a falt, és még csak... Azt hittem, hogy fújnak rá. Második faltú. Hegedűs sorba menti a labdákat. Ez se volt minta példája az alapvonali bedobásoknak. Hát na. Mondani akartam, hogy az úsznák helye, de hál' Isten Zsemje leszette a lepattanóját. Zsolti onnan negyedik jó százalékkal dob pedig. Hát most nem esett bele abba a százalék szórásba. Reméljük azt, hogy most kihagyta, és akkor ezek után ugye már nem fog hibázni. Közben 10 másodperc támadó idő. 9. Haladni kéne lassan. Egy-két passzra még van idő, de utána dobni kell, nincs mese. Szarvas. Hegedűs. 5 másodperc. Zsemje! Nagyon szép. Ó, nem volt rossz kezdeményezés. Jó ötlet volt, Szei! Ő szerezte meg a labdát végül. Elég sok zicser maradt ki mind a két oldalon. És Szei fájlalja a fejét. Látszik, kaphatott egyet. Ez két pontos volt sajnos. Szei időt kért. És a bírók nem nagyon figyelnek, hogy sérült van. Na, most észrevették a pályán. Már többször is mutatta, hogy időt szeretne kérni. Mint jelezte a saját padja felé, hogy... De közben mégse fárad le a pályáról. Jelezte a saját kis padja felé, hogy jó lenne egy kis időt kérni. Egy sérülést szenvedett. De úgy látszik, hogy semmi komoly marad a helyén. Magyar. Ami még talán jó jel lehet számunkra, hogy az előző kasszások elleni mérkőzést is ez a bíró páros fújta nekünk. Nem volt velük semmi gond. Váci Péter nagyon mérges. Ezt van, megszoktuk. Nem mehet mindig úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Hegedűs nagyon-nagyon aktív ma. Igen. Menti a labdákat sorban. Jó tesz általában egy csapatban az, hogy változik folyamatosan a kezdőtös, mert ezáltal a játékosok is motiváltabbak lesznek, hogy
hogy ők legyenek ebben az adott mérkőzésen a kezdőben. Ez látszik, úgy érzem, Egedűsen is. Hoppa, egy fogás. Pedig szépen betalált Máté Balázs, de nem volt érvényes. Lefújta a játékvezető. Kidobja Szarvasnak oldalra, Rusznek. És nagyon vissza szép. Is kapja a gyönyörű játék. Nagyon szép volt. Figura szerint pontosan sikerült kijátszanunk. Zicserig. Nagyon jó elképzelés volt. Sikerült is bedobni, hála Isten. Nehéz lesz ezt a meccset így lekommentálni. Elég bonyolult nevek vannak. Ugye gondolok itt Sárovszkira, Brunyánszkira, Radányira. Ugye... Hát Oluvaszeit ebbe a szórásban nem teszem bele, mert a Szeivel nagyon leegyszerűsít itt a dolgunk. Hatalmasak a tudjuk. Egyszer ki kellett mondanod az elején. Kimondom én még egyszer, nem annyira nehéz, csak meg kell érteni. Pedig lesz nálam még úgy érzem egy keveset a labda. Igen, előfordulhat. 9-es játékos szerezte a pontot, hogyha jól láttam? Radány Ádám. Radány Ádám. Az előbb bal zicsert, most pedig jobb zicsert dobott a fiatal játékos. Gyönyörű. Nagyon szép egy leütés tempó. Közben 1 perc 37 van hátra az első negyedből. Nem túl pont gazdag, azt kell, hogy mondjam. Gyorsan repül az idő. Szóval még csak az előbb kezdtük. Volt sok szabálytalanság, és nincsen, nem húztuk az időt a büntetőkkel, azért kellett ilyen gyorsan eddig. Sávorszkinak egy 3 pontos hozzá lehet írni a számlájához. Sajnos ez az elején az a felszedett 8 pont, az így kicsit rányomta a mérkőzésre a pecsétet. Nem baj. Főleg, ha ilyeneket dobálunk mi. Elég jó százalékkal dobnak a csapatom. Kívülről. Zicserek azért maradtak ki. Vicces, úgy emlékszem, hogy 3 perc ezelőtt pont az ellenkezőjét mondtuk. Igen, de most betalálgattak azért folyamatában 3-4-5 támadáson keresztül. Csak ösztönözni kell őket. És ott a következő. Majdnem. És aki javult, Brunyánszki a saját labdáját húzta vissza. Mert ő blokkolni ment, ugye Szarvas előtte, és a lendület még benne volt, a labda viszont visszapattant a dobójátékoshoz. Szegény Szeit megölték, nem sok esélye volt. Érkezik a pályára Tóth Tamás. Tóth Tamás, ugye, aki több éven keresztül, mikor ide járt főiskolára, játszott itt az Egri. Hészgépszolga, akkor még hészgépszolga. És ő is a magabiztos 3 pontos közé, dobók közé tartozik sajnos, úgyhogy Tóth Tamásra is oda kell figyelni. Közben Magyar László megeresztett egy gyönyörű 3 pontost. Nem is közelről még hozzá. Szóval remélhetőleg nem fognak végig így dobni a vendégek. Hát nagyon reméljük. Most még van idő a meccs első negyedéből egy kis szépítésre. Ájjájájáj, elkiabáltam, rondításra ne legyen már idő. És dobja is a 3 pontost. Nincs meg. 2-1. 1. Igen, az ilyenek azok nem nagyon szoktak összejönni. De hát kísérletezni kell. Nem dobja el, akkor egyszerűen lejár az idő és nincs mese. 13-20-szal zárjuk az első negyedet. Nem életünk meccse eddig. Mi nem is az a gond, hogy 20 pontot kapunk. Ez egy átlagos pontszám, csak hogy 13-at dobtunk, az nagyon kevés. De voltak kimaradt zicserek. Reménykedjünk a jobb folytatásban. Nem valami sok. Nem baj, hát előny, hátrány. Ez a nagyon sokat emlegetett múlt heti meccs, amit ugye a kaszásokkal játszottunk, hát mindig mindenre ezt fogjuk felhozni, szerintem ezen a héten van miért elnézést kérni, hogy nem mentünk ki rá. Ott is ugye előny-hátrány, forogtunk össze. Igen, nagyon jó mérkőzés volt. Voltunk 15 pontos előnyben is a kaszásokhoz képest, majd a másik fél időben pedig 10 ponttal vezettek ők, szóval nagyon változatos mérkőzés volt. Ugye Rusznák 31 pontot dobott, hogyha jól emlékszem. Igen, elég sokat. Plusz-minusz 1-2 pont, és nagyon jól játszott, tényleg. Az egész csapat összességében jó volt, mert míg Rusznák ugye jól játszott, Zsemmel is fontos büntetőket értékesített. Ott a végén, hogy hosszabbítás legyen, illetve akkor is, nem is a Szarvas volt, aki a hosszabbítást kiharcolta, és a végén pedig ugye Zsemmel dobott. Igen, beszélgettem egy 3 nappal a mérkőzés után Szarvas Péter, és így mondta, hogy hát abban a pillanatban, amikor egy ponttal mentek a kaszások, és kihagyta az első büntetőt, akkor egy elég tömény izzadságcsepp így lecsorrult a homlokára, hogy be kell dobni a másikat, mert különben oltári nagy baj lesz.
Hát hál' Isten bedobta. Úgyhogy szavunk nem lehet rá. Nem is akartam mondani semmi rosszat. De látszott rajta, hogy azért nagy kő esett le a szívéről, amikor a második büntetőt bedobta. Igen, és igen, azzal lett ugye a hosszabbítás. Ó, úgy látom, hogy Fazekas Csaba és Schneider Zoltán is pályára lépett. Szerintem Zsemje Sándor biztos, hogy a padon marad. Igen, Máté Balázs jön vissza, és Hegedűs Krisztián volt a másik, aki leült. Na, meglátjuk. Nem tudom, mi forog Váci Péter edző fejében. Én mondjuk nem tudom, hogy leültettem-e volna Hegedűst. Végül biztosan is, ő tudja, hogy miért is csinálta ezt. Lehet, hogy éppen valami olyan figurális játék lesz, amire majd valószínű. Schneider Zoltán jobban alkalmas lesz. Valószínű, valószínű. Ez a Hegedűs tényleg kivette most a maga részét a játékból. Nagyon szép, látod? Szép, szép. Már megérte a cserem. Schneider Zoltán boldogan átverte Szeit. És nagyon-nagyon nehéz dobás volt Schneider részéről, mert igyék el, hogy ez a színesbőrű játékos Szei nagyon nagyot ugrik, és ezért meg kellett neki invelnie, emelni elég a labdát Schneidernek, hogy ne fusson bele a blokkba. Tóth ajándékozott meg minket két kellemetlen ponttal. Szarvas. Máté jelezte, hogy kérni a labdát. Fazekas. Vissza Szarvas. Fazekas. Falc, így van. Szép! Nagyon szép. Számomra ilyen tipikus Fazekas pont volt. Így egy van. Kicsit ütemtelenül, kifelé ugorva, alulról elengedve a labdát. Úgymond erőből. Na, talán egy kicsit azért feltámadtunk. Így van. És Fazekas Csaba, a mi házi faltörőkosunk, még kapott két büntetőt is. Egyet, mert kosár jó volt. Egyet. Igen, egyet. Igen, bocsánat, egyet. Ami azt jelenti, hogy végül is 3 pontot szerzett. Teljesen jó. És már csak 4 pont van közte. Hát, nem sok. De ahogy nézzük, nem is kevés. Még akármi lehet. Ezeket a betöréseket, meg hármasokat meg kellett mondani. Lépés hiba. Így van. Így van, ez volt Szehi első hibája, ha jól látom. Fazekasnál nehéz lesz bemennie erőből. Igen, ez megint egy ilyen nagy anekdota lesz, Fazekas elég nehéz megállítani. Ez is nagyon szép pick and roll volt, vagyis 2-2, amit Szarvas és Fazekas csinált. Ez egy másik dolog, hogy a Tiszaújváros is jól védte. De szépen vált le Fazekas, és Szarvastól pedig kapta és a pattintott passz palánk alá. Katona melegít közben. Na most kéne, hogy elkapjon minket a gép szíj, és jól megszórjuk őket. Akkor nem lenne gond. Minimális hátrányban vagyunk egyenlőre, ez teljesen nyugodt lélekkel behozható. Rusznák kéri palánk alatt, fordul le. Majd segít Király Szei, sajnos. Ezután pedig Máté Balázs faltól. Jön egy csere. Rusznák még saját emberét megismeri, csak az a baj, hogy Szei nagyon jó ütembe érkezik ezekre a blokkokra, a túlsó oldalról. Egyszerűsödik a dolgunk, Sávorszki Gábor szép neve helyett most már csak Molnár Lászlót kell mondani. Tehát 10-es számmal Molnár a pályán. Mind a kettőjük rutinos játékosnak számít már az NB1B-ben. Szép blokk. Nagyon jó volt. És Máté is gyönyörűen húzta el az elől a kéz elől a labdát. Erre kicsit rájátszott azért a védő. Ettől függetlenül Máté vállal jött. Szerencsére a játékvezetők nem fújták be. És Máté Balázsról egy zsákolást szeretnénk látni. Így is van. Parancsolj! Parancsolj! No, meg volt a látványjáték már a... Fájlalja és a bokáját rosszul érkezett le Máté Balázs, ahogy látom. Mely kicsit még ott... Nem lesz vele probléma talán. Kicsit még ott Fazekas Csabáék pacsisztak a labdával. Egy ilyen gyors pingpongot játszott a labda. Fazekas Csaba keze és a padló között. Közben azt látom, hogy Schneider követi mindenhová Tótot. Természetesen. Nagyon szép. Pedig sportszerűtlen hiba, így van. Hát mérkőzés előtt voltak bizonyos megbeszélések, amit nem nevezünk meg, mert nem illik megnevezni.
Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy... Na, mondja Zsolti, halljuk. Egyelőre félelmetesen jó a játékvezetők szeme. Joviálisan vezetik a mérkőzést, hála Istennek. Ezzel csak jobb lesz. Közben Szerdahelyi Ádám, aki szintén nem játszik a mai mérkőzésen, beugrott is. Játszik, de majd a junioron, ha jól tudom. Így van, visszaszolgáltatta a labdát. Fazekas azért az előző szituációban kicsit segítette a játékvezetők munkáját, egy kis rájátszással. De természetesen sportszerűtlen hiba volt, véleményem szerint is. Kettőből kettőt kihagyott Fazekas, hát nem örül. Értelemszerűen nem örül, de van lehetősége akár neki, akár a másik 5-4 játékosnak is javítani. És már csak 2 pont van közte. Így van, nem sok. Szóval egy kicsit azért, hát nem mondom azt, hogy kellenetlenül, hát viccesen érintett, hogy bizonyos szempontból az kellett, hogy kicsit figyeljünk magunkra. Én erre csak annyit mondtam, hogy amennyiben a játékvezetés jó, annyiban a kommentár is jó lesz, és semmi kifogásom nincs jelenleg a játékvezetés ellen. Szépen megláttak mindent, amit kellett, és mindig is így gondoltam, és így is fogom gondolni. Szeit közben nagyon... Sajátvehetjük a vezetést is akár ezzel a támadással. Szeit közben nagyon bezárták. Ó, Schneider keze alól csúszott el a labda. Csere! Kicsit rossz ütembe kapta, illetve rossz helyre. Elcsúszott a labda a keze alól. Klepe érkezik Máté Balázs helyére nyilván. És időkérés. Így van, nyilván az előző vendégcsapat. Vendégcsapat kér időt. Az előző boka problémáját heveri ki majd Máté Balázs nyilván. És ezért érkezett be Klepe Roland. 24 mind. 6 perc 28 a második negyedben. Mindkét edző nagyon intenzíven magyaráz. Ennek lenni is kell így Egálnál, második negyedben. Hát látunk már arra is példát, amikor nem egészen időkérés alatt magyarázott nagyon hangosan egyik másik edző. És talán, hogy jól látom, Katona is pályára fog jönni, nem vagyok benne biztos, csak a mozdulataiból ítélem. Igen, már melegít egy ideje Katona Róbert. Hát gondolom a szokásos taktikából kifolyólag küldi föl Váci Péter. Hát hajrá Robi alapon. Nyilván megint egy-két ilyen bravúros műveletet be fog mutatni. Neki benne van a kezébe, lábában egy ilyen. Minden meccsen alakít valami szépet. Közben látom felváltva a Váci Péter és Széles Kovács Gyula. Folyamatosan okította a csapat összes tagját egyszerre. Természetesen. Két új ember is a pályán, Katona és Klepej. Rusznákot leszámítva teljesen kicserülődött a kezdőt. Ez csak ennyit jelent. Igen, 9 ember játszott már, ha jól számolom, a csapatunkba, és közben Samu Balázs is már melegít. Igen. Ő valószínűleg Rusznák helyére fog beérkezni. Vagy esetleg Fazekaséra. Nem tudom, inkább Rusznák tényleg igazad lehet. Inkább Rusznák váltója lenne Samu Balázs, szerintem, legalábbis én így gondolom. Bőségzavara. De nem sokára úgy is ki fog derülni, mert nagyon-nagyon meleg itt. Jó látni, hogy az egri csapatban ennyi bevethető játékos van már az első fél időben is. És azt is jó látni, hogy ennyi szituáció van, amiben be lehet vetni őket. És azt is, hogy majdnem labdát szereztünk. El kell dobni, késő. Lejárt a támadó ideje a vendégcsapatnak. Tóth reklamál közben, mint hiába. Hát szerintem elég egyértelmű volt. Azt reklamálják, hogy falt volt. Faltot reklamálnak. Ez viszont falt volt. Nagyon sportszerűen segíti fel Szei Rusznákot falt után. Igen, hát nem összekeverendő más dolgokkal, amit most mondani fog, de azt kell, hogy észrevegyem néha, hogy külföldiek etikusabban játszanak egy kicsit néha adott helyzetekben, mint de ugyanígy ennek hazai sportban. Megvan az ellenpéldája is. Az ellenpéldája is megvan természetesen. Én legalábbis így vettem észre, főleg aki ugye idegen légiós játékos nálunk, azok általában szebben játszanak. És átvesszük a vezetést! Végre! Igaz, csak egy ponttal. Elég az. Volt itt már 0-8 is. Kitart a meccs végéig, akkor elég. Én szavam nem lesz, ha egy ponttal nyerünk. Mit nézel így intenzíven a füzetemben, Sili? Azt néztem, hogy a
nyolcas játékosnak mi a becses neve? Brunyánszky István. Igen, Brunyánszky, közben megláttam. Katona Róbert védekezik rajta elég keményen, de teljesen szabályosan, Becses, ahogy ezt Robitól vártuk. Becses és bonyolult neve van az úrnak. Brunyánszky. Na lássuk, Robi mit talál ki. Egy sima betörés. Szép lett volna. Falt volt. Bejött. Itt is látszott, hogy azért Szei elég jó rugókkal van megáldva. Igen, helyből igen. Ekkorát tudott ugrani, pedig Katona Robert sem kicsit ugrik, azért tegyük hozzá, hogyha szokták nézni a bemelegítésnél, illetve hát akik itt vannak, látták a bemelegítésnél, nagyon nagyokat szoktak zsákolni, köztük no. Katona is. Ha még egy szépet dob, akkor egy laza három pontosra átvettük a vezetést. Át is így is van. Így már azért elégedettebb vagy, mint azzal az egy ponttal, nem? Mert elégedettek, így van. Na, lássuk, mit hoz ki a saját labdájából a vendégcsapat. Szei! Á, nem lett meg. Beszenvedte Molnár a két pontot, de még mindig mi vezetünk. És mi is jöhetünk. Most talán a kizárás volt az, ami elmaradt és leszedhette a labdát a Tiszaújvári játékos. Rusznák kéri bent. Majd kikanyarodik. És nézzük Schneider hármasát, kimarad. Hát igen, igen. Igen, Szeinek a súlypont emelkedése az egy 30 centis vonal, az ott Kenterbe ver, azt tuti. Szerintem egy 50-est is. Szerintem igen, egy 50-est is. Igen, igen. Hát van benne erő, van benne erő. És jó használja. Eldobta nagyon ugyan időben, de... Jól védekeztünk ismét. Kétségbe esett próbálkozás fért bele a tiszaújvárosiaknak a részéről, csak a 24. másodpercben. Igen, konkrétan Szei részéről, aki egyébként bedobhatta volna, meglátásom szerint lett volna rá esélye végül is, csinálta már ezen a mérkőzésen is. De most éppen nyilván valamilyen lélektani indokból kifolyólag kevés volt az idő. Lezárt lehetőség. Szép lett volna. Ilyet se sűrű látni. Mint amit Kleppel most csinált, úgy dobta a hármas, hogy közben kikerült a védője kezét. Láthatóan ez is az eredményességen is. Szép húzás lett volna, ha bemegy, szerintem az eddigi meccsek egyik legszebb találata lett volna. Majdnem alley-oop hármas volt, kapott labdával. Ez tetszik. Alley-oop hármas. Majdnem, nem sok híja volt. 27-26, 3 perc 52-nél időkérés. És hát viszont nem tudnám megmondani, hogy most kikérte az időt, mely csapat, melyik csapat, mi, vagy esetleg a másik. Lényegtelen. Hasznot mind a 2-20 belőle. Semmi feltűnő, hogy ugye vezetünk egy ponttal, az jó, de ha felnézünk a táblára, akkor láthatjuk, hogy összesen 2 faltja van az egri csapatnak. Hát a vendégcsapat 7 faltjával szemben, igen. Az sem sok. Kielégítő. Ettől függetlenül kielégítő a látvány. Boldog vagyok. Ez annak is köszönhető, hogy elég sokat cserélt, ugye, Váci Péter. Így van. Értelemszerűen. De hát ezt már kiveséztük egyszer-kétszer, hogy valószínűleg ez Váci Péter taktikája. Beküldöm, kihajtom, aztán lehozom, pihentetem. Visszaküldöm, kihajtom, lehozom, pihentetem. Elég jó ötlet ez a forgórendszer tőle. Igen, igen, nagyon jó. Főleg úgy, hogy jó képességű játékosaink vannak. És a meglátásunk is jó volt, ugyanis Samu Balázs Rusznák Zsoltot váltotta. Illetve Máté Balázs jött vissza Schneider Zoltán helyére. Ez már körülbelül a negyedik, ötödik felállása a csapatunknak ezen a mérkőzésen. Szerencsére nem vagyunk lekorlátozva ilyen séma játékosokra, akik csak egy poszton tudnak játszani. És 10 játékos lépett eddig pályára az egrieknél. Így van. Tehát ez nagy szerencsének vélem, hogy nem vagyunk lekorlátozva ilyen séma játékosokra, és így gyakorlatilag ugyanazt a felállást, ugyanazt a figuratív felállást akár 5-6 féle emberkerettel is el tudjuk játszani. És itt szerencsés 3 pontos volt ez. Hát elég szerencsés volt. Jávorszky sülyeztett el az egri gyűrűben. Szerintem az Sávorszky, nem? De miért, mint Jávorszky? Jávorszky? Igen, igen, Jávorszky. Hát? Azért merem mondani, mert már előző években is találkoztam vele, és
Biztos vagyok benne, Jávorszki. Jávorszki Gábor. Értem. Hát igen, sajnos előfordulnak ilyen dolgok. Van egy bizonyos hátránya annak, amikor az ember mérkőzés előtt egy papírról írja egy papírra a neveket, és nem hallgatja őket végig. Ajaj, ez csúnya volt, és álló is leszakadt. Jó, nincsen semmi baja talán Máténak. Szeljelnézést kért. Ilyen jelenetet se sűrűn látok NB1B-be. Szerintem maga színvonalat sejteti. Ekkora zsákolás, illetve blokkolási kísérlet, ami itt volt most, gyűrű szintje felett. Hát Máté Balázs fájlalja magát, plusz még egy faltot is kapott. Hálóval nem tudom, hogy a bírók foglalkozni fognak, de ugye beleakadt a valamelyik játékosnak a keze, és így ugye kihúzott belőle egy kisebb fonalat. Hát... Úgy látszik, hogy a labda még átmegy rajta, úgyhogy nem hiszem, hogy érdekes lenne a mérkőzés szempontból. Csak lelóg egy, körülbelül egy métert még pluszba. Hát igen. Mindegy, valószínűleg aki szeretne egy zsákot dobni, az nem fog rajta fölhúzóckodni. Az biztos. Bárábbis reméljük, hogy nem, mert azért az elég vicces lenne. Katona egy szép passz nyomott oldalra. Nagyon szép volt. Lepen egy szép hárompontos beejtett. Katona, mondani akartam, hogy esetleg már zicsert is dobhatott belőle, de nagyon jól döntött és bízott csapattársában Klepejben. Hát azért ez nem volt egészen... Kicsit csúnya jelenet volt, nem is tudtam hirtelen mit mondani. Nem volt valami sportszerű, úgymond. Hát igen, Katonát viszont elég kemény fából faragták azzal a lendülettel, ahogy elesett, már jött is vissza. Nem maradt a talajon egy fél másodpercet se. Pattant jó formán. Hát igen, fizikailag meg lehet fogni Katonát, nem egy... Samu lepott tanulja, nagyon szép volt. Gyönyörű. Szei mellett. Katona nem egy olyan hatalmas ember, mint Fazekas Csaba, de lélekben nehéz megállítani, az biztos. Most ismét nálunk az előny. Ajaj, Tojás. Bece nevén Tojásnak hívták itt. Tóth Tamás. Katona és Máté értekeznek. Súlyabb cserék. Lehet, hogy a háborús sérüléseiket egyeztették. Kapott ma mindegyik. Még nem sokat ugyan, reméljük nem is fognak többet, meg súlyos se lesz, de... Pedig abszolút sportszerű mérkőzés. Egyértelműen. Ez meg benne van a játékban, hogy néha-néha össze-össze ütközünk. Zsemje jó helyen volt, fogta vissza az embert, és így Samu el tudta húzni azt a labdát. Samu. Nem lett bátran volna rossz. Elvállalta. Nem lett volna rossz. Üres dobóhelyzet volt, el kell vállalni. Így van. Szavunk se lehet sem, uram. Valószínűleg be akarta dobni, az, hogy nem ment be, az meg benne van. Legjobb csapatokban is megesik. Az magyar túl úgy látszik, hogy egy kicsit váratlan passz volt, mert majdnem elvesztették a labdát a vendégjátékosok. Így van. Így van. Zsemjé a lepattanó. Ajaj. Zsemjé már csak szabálytalanul tudta megállítani. Szeit. Szarvas hibája volt, azt hiszem nem figyelt esetleg, igen, vagy labdakezelési hiba volt. Utóbbi. Szerintem nagyon utóbbi. Idegesek is rá az edzőpárosunk. Hát elcsúszott a kezzel alatt a labda, előfordul. Ugye Schneider is elkövetett egy ilyen apró hibát ugye, néhány perccel ezelőtt. De ez a szép a csapatsportokban, hogy Szarvas már lefelé kapott is rögtön egy pacsit edzőjétől, Váci Pétertől. Gondolom ő is azért rájött, hogy nem direkt csinálta ezt. Hát értelemszerűen maga alattán csak nem vágja a fát. És újabb két büntető következhet, amivel ismét. Közben szintén nem játszó Petrucsik ment oda egy kicsit meglapogatni Fazekas Csaba vállát. Lehetősen sok az időkérés, annak ellenére, hogy még csak a második negyedbe járunk. Nem sok van pedig már. 1 perc 9 másodperc van az első fél időből, és 32-30-ra vezetünk. Hát jobb, mint az előző negyednek a zárása, az biztos. A játékkal összességében magam részéről én meg vagyok elégedve. Kettőnk nevében beszélsz most. Jó mérkőzés, színvonalas. Pörgős. Vezetünk. Szabályos is. Nem tudta, észrevetted, hogy most lába valamilyen duplába nyomják a sípot? Biztos újat szereltek be.
De meg a kezük, nem tudom. Majd utána nézek, megígérem neked, jó? Megkérdezzük, hogy mi történt, lehet, hogy valami technikai probléma. Hatalmas problémákkal küzdünk. Áj, az biztos. Hát figyelj, nem egész 7 másodperccel hosszabb a sípszó. Hát ez nagy probléma. Közben foglalkozunk egy kicsit a meccsel is, ha már itt vagyunk. Ártani nem árthat végül is. Szegi kihagyta. Még van egy lehetősége. Az biztos, hogy fordítani nem fog azzal az egy találattal, ha be is talál. Hát betalált. Szegi pedig mondjuk ki, hogy jön nekünk egy hálóval. Így van. Nem mehet haza, amíg ki nem fizeti. Nem mehet haza, amíg ki nem fizeti. Ó, szép lett volna, viszont jó helyen volt a fent említett Szeif. Nagyon jó helyen volt. Á, sajnos az falt volt. Az volt, igen. És már lépte ki a dobás előtti két lépést, a fektetett dobáshoz. Sajnos ez teljesen jó ítélet volt. Na most fognak fordítani szerintem. Rossz kimondani, de most fognak fordítani. Rusznák beállt a pálya mellé. És jönni fog Samu helyett, szerintem. Így van, valószínűsíthető. Így van, már jön is lefelé Samu Balázs. Talán még láthatjuk azért a pályán ma. Hát ha rászúrunk egy 3 pontos, még csak vezetni tudunk, mielőtt lejövünk. Nem baj, hát nem találgatunk, nem álmodozunk, lesz, ami lesz, mi pedig örülünk. Inkább most legyen -2, mint a végén. Ebben is van valami ráció, azt kell, hogy mondjam. Lássuk, Klepej dob be még egy 3-ast. Á, kimaradt. Szóval megszerezte a labdát a vendégcsapat, az nagyon nem jó. Az nagyon nem jó. És pontosan egy támadás, nem több még, vagy kevesebb idejük van egy támadásnyi időnél. Nem, több idő van. De tényleg, mert ha 6 másodperc át, és 10 másodperc volt ugye a mérkőzésből. Na ez most nagyon nem kellett nekünk. Nem. Ez nálam bravúr pont volt, amit Szei most végrehajtott. 32-37. Ezzel van vége az első fél időnek. 5 pont hátrány, nem sok. Behozható, nem kell félni. Teljesen egál mérkőzés véleményem szerint amúgy. Nem sokára meglátjuk, hogy mi lesz a konklúzió a második félidőben. Addig is szünet. Akkor lassan következik a második félidő, és a kollega jelezte, hogy szeretne nekem egy bonyolult kérdést föltenni. Bevallom őszintén, hogy egész szünetben ezen gondolkoztam, hogy ezt meg fogom tőled kérdezni, Zsolti, mert én, ahogy megnéztem a statisztikai lapot, nagyon meglepődtem, és kérdés a következő lenne, szerinted hány pontot dobott Máté Balázs? Máté Balázs? Mert én ránéztem a statisztikai konkrétan lapra, olyan nagyon meglepett. 5-re vagy 7-re emlékeztem, nem sokra. Na, én is igen, és 19-et dobott. 19 pontot dobott. Kényesesen lettem. 5-ből 4 közeli, 4-ből 4 középtávol, és 4-ből 1 távol. Én is ilyen 7 pontot tippeltem volna. Közben 19, és mellette ugye összesen 32 pontot szereztünk. Mellette 2 pontos Szarvas, 2 pontos Schneider, 1 pontos Rusznák, Klepej 3, Katona 2, és Fazekas Csabi is 3 pontot szerzett. Hát akkor szerintem ezen elnézést kérünk, hivatalosan elnézést kérünk Máté Balázst, amiért alábecsültük egy gyenge pillanatunkban. Nem becsültem alá, csak most nem vettem észre, hogy ennyit dobott volna én. Én meg őszintén megmondom, annyira nem figyeltem. Nagyon el vagyunk foglalva itt az eredménnyel, lehet meg az egymással. Meg egymással. Igen. Na, kezdődik a mérkőzés ismét. Így van, valami hithű dolog is legyen már az egészben. De csak itt a szánkat jártassuk. Másik oldalon azért azt meg elmondanánk, hogy Szeji az, aki 12 pontot szerzett, és volt csapat a legeredményesebb tagja. Ajaj, sajnos ott folytatják a labba, hagyták a tisztulárosért. Egyből beszórtak egy 3-ast. Az elején úgy voltam vele, hogy jól van, nem kell ezt megnyerni az első fél időben, de most, hogy már másodikban vagyunk, azért most már nem szabadna, hogy 8 pont legyen közte. Szép még labda, és falt. Emelte a kezét, így hogy van, nem volt tetleges. Volt. Magyar. Egy kicsit megkönnyökölte Rusznák koponyáját. Magyar volt? Igen, magyar volt. Nyújtotta is a kezét, hogy adjon egy pacsit, hát Rusznák
nem válaszolt a gesztusra. Ja igen, jól mondta, hogy magyar volt. Így van. Csak közben így nézem kell néha a papírt, mert most meg vagyok zavarodva. Igen, sok a bonyolult név. Befelé mehet tovább, szép lábára pattant rá. Kockázatos passz volt. Ez hát egyszer szerintem elveszítettük, és utána kirúgta a labdát. Már én úgy láttam már, hogy ez lemondhatunk erről a labdáról már. Nagyon szép. Nagyon szép. Kis falt volt, de ez is falt. És dobhat ugyanúgy egy extrát. Ugyanúgy lehet ez egy dobás még. És dobhat egy extrát. Vissza is hozhatja azt az 5 pontot, amit elbuktunk rögtön azzal a 3-assal az elején. Csak az a baj, hogy már nem visszahozni kéne a lemaradást, hanem egy kicsit növelni az előnyt. Ezt csak egyenlítsünk ki először talán. Így van. És jövünk is ki egész pályára. Figyelj, a szocialista rendszerszerűen 5 éves tervekbe gondolkodunk. Éppen, hogy át sikerült vinni a labdát 8 másodperc alatt. Nem volt ember szei passzára, hegedűs volt megint nagyon jó helyen. Váci Péter nagyon kemény, magas hangon lekiabárta a hegedűst, amikor hirtelen nem tudta szegény megfogni még a labdát se. Lehet, hogy nem én kéne összezavarni. Én megijedtem tőle 40 méterre. Lehet, hogy nem kéne szegényt összezavarni pont egy ilyen szituációban. Jó helyzet volt. Kipattan. Zsolti, még egy kérdés. Igen? Szerinted Máté Balázs most hány pontos? Hát szerintem 22, ha jól számolom. Ügyes. Igen, annyi. Hát egy 5-ös matek érettségivel csak tudnom kell legalább egy ilyen egyszerű műveletet elvégezni fejbe. Közép szintemet. Közép. Ja, jó van, na hát most másból voltam emeltezni. Persze, mindenki másból volt. Hú, ez elég bokapasz volt. Igen. Nagyon szép. Meg Mátétől egy szép 3-as. Máté Balázsik így is nézett ide, hogy mondtam, hogy bokapasz volt, ő meg még emelte a dobást. És ezzel 25 pontos. Így van. Én elfogadtam, számolni fogom, mennyit dob ma. Számold. Elég jó játékos szerintem ahhoz, hogy a LKFH szinten megoldogult. Most kéne menni, mert Szei lemaradt, és egy emberfölényben vagyunk. Becsülendő, hogy Máté Balázsral nem szállt el az agya, és nem dobta el ismét, hanem inkább meg akarta játszani zsemét. Így van. Hát szerintem van olyan ponterős játékos, mint az LKF szinten megboldogult Ugi Albert. All-timer rekordokat simán beállítja Máté Bazsi is. Hát meg még ugye azért fiatalabb is Bucinál. És elég ponterős. 8 évvel, ha jól tudom. Buci 79-es talán, vagy... Á, nem akarok butaságokat mondani, nem tudom pontosan, de körülbelül 7-8 év lehet köztük. Így, maradjunk a körülbelül fogalomnál, és akkor ennyiben is hagyhatjuk a dolgot. 2 pontra csökkent a hátrányunk, 7 perc 43. Neked ez a Zugi Albert téma amúgy is nagy kedvenced, elég sokszor felhozod. Nem azért, mert nagy kedvencem, mert vagy elég sokszor felhozom, csak hát ugye azért azt el kell ismerni, hogy a tavalyi szezonunknak nyilvánvalóan ő volt a... Főszereplője volt, igen. Hát igen, tehát ő volt a csapat lova. Ő futott, ő hajtott. Már amikor kedve volt hozzá, hát nem mindig volt kedve, azt is el kell ismerni. Amikor alkalomattán úgy nagyon kedve volt, akkor volt eset rá, hogy győzelemre vitte a csapatot a vállán. Hát meg volt olyan eset is, amikor természetesen hagyta elúszni a meccset. Nagyon mindig mindenki nem volt. Nem lehet mindig mindenki jó, igen. Nagyon hangulatember volt. De nézzük be a meccset most. Így van, most koncentráljunk a jelenre. Hátra hegedűsnek. Ez jó elgondolás volt Szarvastól, szépen kimászott ebből a nagyon sokan vannak a környékemen szituációból. Hogy be is mondhatja a figurát, amit zóna védekezés ellen kell játszani, ugyanis most már azt védekeznek. Így van, falt volt. És Zsemje majdnem be is dobta, nem sok híja volt. Zóna védekezés ellen most elég fontos lesz az, hogy hogyan dobunk távolról, középtávolról majd, hogyha nem sikerül bejátszani a labdát a centereknek úgy, mint ahogy az most sikerült, igaz? Igen, Szei pedig már, hogy egy kicsit maradjunk nála is, bebizonyította az előző fél időben, hogy szinte akármilyen helyzetből, ha egy nagyobbat ugrik, akkor kikanalazza a labdát, úgyhogy figyelni kell rá nagyon. Zsemje második büntetőpontjával kiegyenlített. Nem volt szabálytalan, nagyon szép. Zsemjék fogták közre a vendégcsapat játékosát. És ezzel visszaszerezték a labdát. Ha jól láttam, akkor Brunyánszki hasalt egyet.
újra nálunk a labda, esélyünk van vezetést szerezni. Dobni kell, Hegedűsnek kiabálják. Hegedűsnek szépen átvágta Hegedűs Magyar. Magyar próbálkozott egy eséssel, de nem ette meg a bíró. Kicsit. 28! Pont azt akartam mondani, pedig, hogy olyan lassan ment a labda, vontatott volt nagyon a játékunk, de hát amíg így bedobjuk a hármasokat, semmi helyzetből úgymond egyszer csak gondoljuk, azt rádobjuk és bemegy, addig egy szavunk nem lehet. Nekem annyira nem tetszett ez a támadás, de az eredményességét tekintve nagyon jó volt. Közben a saját kispadunknál Fazekas Csaba és Váci Péter versenyt ordítanak. Kőkeményen versenyt üvöltenek. Még lelkes a kispad, igen. Kell is. Értelemszerű, hogy lelkesek, hát szó nincs róla, hogy ne lennének azok. Semmi kosár nincsen. Így van, mert jelzett a játékvezetődnek. Előtte volt szabálytalanság, így oldalról jöhetnek a Tiszaújvárosi. Schneider villám gyorsan vetkőzik, valószínűleg nagyon-nagyon gyorsan be fog jönni a pályára. Szerintem a következő holtlabdánál be is küldik. Ó, még bele is fért. Máté Balázs helyére érkezik Schneider. Azt hiszem, hogy Máté akkor ezek szerint 28 pontos marad még egy darabig. Legalábbis reméljük addig, amíg vissza nem jön. Ez egy jó belépő lenne, ha rögtön dobna, hogy 3-3-as. Azért vitték le valószínűleg, mert három faltja van. Máté Balázsnak későbbiekben még gondolom szükség lesz rá. Közben ugye egy áthúzta magát a támadó játékos az egri védőn, ezért milyen kalapda, és támadhatunk három pontos előnynél. Kispadunk pedig őrülten megtapsolta a remek bírói döntést. Nagyon lelkes, hogy buzdítják csapattársaikat, mint egy hatodik emberként a pályán. Szükség is van rá néha. Bár úgy érzem, hogy ez most nem szükség kérdése. Jó csapat ez a Tiszaújváros azért. Ahogy azt már mondtam, az előző meccseken is itt B-be már. Rutinosan. Már igen, már nincsenek olyan csapat, hogy elmegyünk és 40 pontos vicces győzelmet aratunk. Itt már nem nagyon van ilyen. És Schneider dobhat büntetőd. Na most kéne, hogy elkapjon a gépszi. Most kéne megszórni őket. Igen, egy kicsit észrevehető szerintem a vendégcsapat játékon, hogy lélektani hátrányba kerültek. Ez most így nem volt nekik egy kellemes élmény, hogy ilyen gyorsan elbuktak egy 8 pontos előnyt, és ráadásul még 4 pontos hátrányban vannak pillanatnyilag, mert mindjárt dobhat Schneider még egyet. Ha azt is bedobja... Elég nagyív beengedte Schneider. Igen. 4 pontnál maradnak. És maradunk kint egész pályán, de az idő után, mert időkérés van. Na erre a sipszóra merészed mondani, hogy pont olyan hosszú volt, amilyennek kellett volna lennie. Nem figyeltem. Hát ez olyan 5 másodpercet simán felölelt. De sok? Eléggé. De ezt nagyon zavar látom. Szokott. A legnagyobb bajod ez a sipszó, hallod? Hát na. Tudod, minden alkalommal, minden eseményen kell találni valami élményt, amin lehet nevetni, mert csak úgy emlékezetes. Közben Bíró Balázs fáradt a teremben. Már az Agria Sporton is lehetett olvasni, hogy úgy néz ki, visszatér az Agri csapatba. Ezt tudom is én is, hogy már a vezetőség intézi az igazolását, ha jól tudom. De annak hiányában most még nem léphetett pályára. Reméljük, hogy ő is erősíteni fogja csapatunkat. Jó tripladobóként számíthatunk rá. Hát egy rutinos játékos gyengíteni ritkán tud. Igen, meg Balázsnak jó a hozzáállása, és reméljük nem lesz ezzel gond. Nem bizony. Majd kibeszéljük őt is. Itt adásban. Most úgy érzem magam, mint a Mónika Show-ba. Kibeszéljük őt is. Mónika Show-ban nincsen sípszó. Így van. Megint nem figyeltek, hogy milyen hosszan szólt. Lehet, hogy karriert kéne változtat. Ott nincsen síp. Egész pályára kijöttünk. Labdaszerzés reményében. Ajaj. Nem ez volt viszont túl jó. Csúnya volt 3-2. Nem is volt nehéz dolog. Nem tudom, pontosan kivédekezett itt középen, talán Hegedűs volt, és ott hagyva az emberét be akarta csapdázni a középen labdát kapó játékos, illetve terelni akarta valamerre, csak hát a tiszaújvárosiak meglátták az üres embert. Ó, majdnem! Jó focista módjára.
Jávorszky fedezte a labdát. Hát igen, mondjuk a két csapatjáték nem egészen üti egymást, de hát... Közben itt a Cica Hopp nevű remek játékot küzdte Schneider Zoltánnal, Magyar és Jávorszky. Schneider Zoltán, a mai Cica nem tudta elkapni a labdát. Egy pillanatra hagytuk, pedig csak üresen, de elég volt Jávorszkynak, hogy kihasználja. Nagyon figyelni kell, mert most viszont megint mi kerültünk hátrányba. Azért, ha már mindenáron kikapunk, akkor ne az utolsó pillanatokba kapjunk ki. Nem kapunk ki, nyerni fogunk. Így van. Is van! Szarvas dobott egy gyönyörű hármas, 47-45. Kezd nagyon felpörögni a pontszám is. Azt nézem, a félidőnek a statisztikai lapján, a távoli kísérlet 12 volt a Tiszaújvárosnak, amiben 6-ot dobott be. Tehát 50%-kal dobta az első félidőben a hármasokat, és itt most is, hogy elkezdődött a másik fél, most is azért rárogtak már, és itt is azért egy 50%-ot megdobták. Csak hál' Isten, most nekünk is sikerült ugye felfejlődni Máténak a két triplája, illetve most ugye Szarvasé is. Megszereztük a labdát! Nagyon jókor! Nem emeli be, adja centerbe inkább Zsemjének. Szarvas ismét. Nem baj. Egyértelmű volt, hogy Hegedűs Szei le fogja ugrani ebben a meccsben. Hát meg eléggé helyzetbeli hátrányba is ugrott azért. Jól kizárta Szei. Hopp. Kis borulás itt ott. Nálunk maradt a labda szerencsére. Támadó, igen. Ezt be lehetett fújni sajnos. Támadóiba. Máté Balázs gyorsan vetkőzik is. Igen, volt egy olyan érzésem, hogy most Schneider Zoltánt le fogja hozni Váci Péter. És nem maradt a földön a 19-es Magyar László. Magyar László. De nincsen komolyabb baja, ahogy látom. Föl is szedte magát gyorsan. Hát akkor következhet a vendégcsapat. Sokasodnak a faltok. Fú, majdnem megvolt. Máté Balázs szerintem jókor ugrott, mert valószínűleg ő zavarhatta össze a kísérletet. Az a lényeg, hogy kimaradt. Máté Balázsnak figyelnie kell, hogy lehetőleg ne faltoljon. Azt nézem, hogy jó taktikázunk zóna védeket. Elég aktuálisan mondtam. Sajnos egyből faltolt. Viszont ezt nem értem most, hogy ezt magyarázzak nekem. Most két faltja van, amikor lement három volt neki. Most ugye ez a harmadik, de most ez jó lehet azért ez a tábla? Nem tudom. Mert a három van, az jó. Jó, három van, azt mutatják, jól van. Igen. Közben ugye ugyanezen gondolkoztak a túloldalon a játékosok is. Pillanatokat lekapta a Katona is a pólóját. De nem, ez a harmadik faltja, azért így jobb, de mostantól ezt tényleg ne faltoljam. Szóval azt néztem az előbbi támadásnál, hogy jól akarjuk kijátszani ezt a zónavédekezést, mert nagyon járatjuk a labdát. És ugye szerencsétlenek, mivel zónavédekezésnél nem egy ember, aki ki van neki utalva figyelnek, hanem úgy kompletten az egész zónát, ahogy a neve is mutatja, próbálják védeni. Nagyon futnak, össze-vissza futkároznak a labda után. Kicsit megjáratjuk őket, és valaki hirtelen egyedül lesz. Ez viszont nagyon rossz védekezés volt. Mondjuk nem tudom, ilyen... hogy rosszul váltottunk, vagy hogy maradt ilyen üresen, vagy egy zárásból, blokkból jött ki Jávorszky. Hát annyira jó lesz ez az eset, ami ugyan egyenlített, és az nem jó, de annyira jó lesz, hogy példázni tudja azt, amit próbálok itt elmotyogni. Sportszerűtlen. Hogyha valaki véletlenül egyedül marad, és nagyon jó helyen van, akkor átvertünk mindenkit, mert nem tudják bevédeni. És közben az ötös Ruszlán Zsolt kapott sportszerűtlen hibát. Hát erősnek érezzem ezt az ítéletet, azért ez nem volt sportszerűtlen. Hát ez egy nálam még falt se lett volna. De sportszerűtlen biztos, hogy nem. De hát mindegy, ezt fújták, így van, törődjünk bele.
Ez van. Illetve két ponttal jöhet. Igen, Brunyán. Ismét ott az előny sajnos. Szoros. Ajándékpontok. Pont, illetve csak egy, hál' Isten. Így van. Viszont tegyük hozzá, hogy egy ajándéklabda is jár hozzá. Hát igen. És ez a labda az, milyen lett volna, ugye, de hát így most oda kellett adni. Rusznak nagyon rajta van Szein. Szép beadás. Majdnem. Fazekas Csaba menti meg a napot. Nagyon szoros a mérkőzés. Kicsit fölbeugrott Felged is. Azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint ez a tiszaújvárosi csapat azért úgy jött ide Egerbe, hogy tudták, hogy nem ők az esélyesebbek, de most, hogy látom őket, nagyon vérszemet kaptak, és igen, kéne nekik ez a győzelem. Hát rászorulnának, csak az a baj, hogy mi is. Na most mit fújt? Na azért nem minden sportszerűtlen, tiszaújvárosiak sportszerűtlent reklamálnak, azt az előbb már megkapták ajándékba. Tiszaújvárosiak ezek a felső blokkokat próbálják most adogatni egymásnak, és ebből üres zicserbe való befutást kapnak meg, ahogy most is majdnem megkapta ezt Magyar László. Ez ellen kéne valamit kiötölni, elváltani az embert, vagy megakasztani, vagy valami. Ezek így könnyű pontok sajnos nekik. Két ponttal vezetnek is. Hát nem minden fenékig telj fel. Nem sajnos, három ponttal megy a tiszaújvárosi csapat. Én mondjuk nem értettem, megkapták a labdát, kaptak ajándékpontot. Jó, hát próbálkozni kell, erről szól a reklamálás. De azért nem kellett volna ennyire túlerőltetni. A Szendrei meg Benőcs urak nagyon szimpadiasan csinálták. Nem baj. Nem baj, megmentette. Új 24, mivel meg volt a támadási kísérlet. Katona Róbert Laza hármasával egyenlítünk. Van egy ilyen kicsit tréfás mondás, hogy fehér ember kétszer nem hibázik. Robi se tette, de becsülendő, hogy eldobta azok után, hogy előtte volt neki ugyanebben a támadásban egy sikertelen dobás kísérlete. Volt még mondjuk úgy benne mersz, hogy eldobja, és jól is döntött Robi. Ezt így is kell, üresen megkapja a labdát, dobni kell. Ennél jobb dobóhelyzetünk nem lesz. Az egy másik dolog, hogy utána faltot fújtak rá. Újból Magyar László dobhat. Magyar egyébként nem valami ügyes büntetődobó, én azt hiszem észre. Hát 50%-kal szórta őket most. Le is hozta. Vissza Tóth. Beszéltem a félidőben, mint ugye volt csapattársam, volt LKF ész játékos, és azt mondta, hogy biztos, hogy nyernek. Hát én kinevettem. Hát azért... Nyugtával dicsérd a napot, fiam. Nagyanyám Katona mindig ezt mondja nekem. Nagyon szó! 31! Oho, 31! Máté Balázs! Máté Balázs megint, nagyon jól megint, játszik. Megint beszúrt egy tört a vendégcsapat hátába. Ismét bosszantó, hogy már majdnem megvolt a labda is. És akkor fújt felánk faltot. Bosszantó, hogy mindig, amikor már majdnem meg lenne a labda, akkor jön egy ilyen falt, és dobhatnak büntetőket. Magyar után most... Nem. Brunyánszki után magyar. Bocsánat, akkor így pontos. Hát kaptak ajándékba egy egyenlítési lehetőséget, ki is használták. Rusznák folyamatosan kéri a körtébe a labdát, most kapja is, és onnan próbálja forgatni a csapatot. Ott Tóth nem tudta megmenteni. Volt egy kis szerencsénk, Máté Balázs kér bocsánatot csapattársaitól.
Közben úgy látom, az egyik ifistánk dobta vissza. Igen, Marci volt az. Igen, ma ilyen össznépi bonzáj van, mindenki eljött támogatni a csapatot, aki csak tudja. Így is van, rendjén, jöjjenek is. Igaz, én annak is örülök, ha hallgatják a közvetítést, de azért mégiscsak jó. Az igaz, eljönnek, megnézik, és utána meghallgatják. Így van. Fazekas Csaba harcolt ki magának két büntetőt. 42 másodperc van a harmadik negyedből. Nem sok. És nem is figyeltem, de hirtelen Szarvas Péternek valahogy négy hibája lett. Így csak úgy így a semmiből. 13 hibát követett el eddig a vendégcsapat. Aj, ez a látszott sajnos egy rövid. Érezte Fazekas is, mert indult a dobása után. Hát nem kéne hagyni elvinni ezt a meccset a vendégcsapatnak. Nincs kosár. De két büntető lesz Tóth-tól. Jókezű játékos. Volt, megnézzük. Máté Balázs kapott ismét egy faltot. Máté Balázsnak és Szarvas Péternek egyaránt 4-4 hibapontja van. Azt hiszem, hogy Balázs le is fog ülni egy kicsit. Hát ez már nem lett olyan jó, mint a régi szép időkben, ugye? Baj, semmi gond nincs ezzel. Meglátjuk, hogy mit hoz ki a másodikból. Na, megérted dicsérni. És Fazekas megmentette a labdát, ez dicséretes volt. Na, egy ponttal megyünk. Még egyet rájuk szórunk, akkor lehet akár négy is. Vagy egy kettessel három. Az is jó. Dobni kell. Kimaradt. Nem baj. Katona Róbert mentette meg. Az övé is kimaradt. Kevés az idő. Nincs kosár. Ez viccel lett volna, pedig azt kell, hogy mondjam. Igen. És csúnya lett volna a mi szemszögünkből. De látszott, hogy ez már nem fog beleférni. Ez nem is tartozik a vitatott szituációk közé sem. Na itt van Váci Péter lehetősége. Inkább Váci Pétert mondanám kedvelt témámnak, mint Ugi Albertet, róla többet beszélek. Szóval itt van Váci Péter lehetősége egy nagyon nagyot lökni a hajnára a csapatán. Igen, vezetünk egy ponttal, lát. Nem túl megnyugtató. Nem. De volt az már így se, ha azt nézzük. Fél időben például igen. 4 vagy 5 ponttal. Igen, öttel maradtunk. Vagy az igen, első 32-37 pont, volt. Első negyed 8 pontos hátránya. Jaj. Az idő eldönt mindent. Egy szép régi római mondás. Viszonylag nyugodt most az egri kispad, nem? Eléggé. Sőt, a vendégek is. Látszik, ez ilyen vihar előtti csend, vagy minden vagy ezt mondani. Vagy a másik lehetőség, mindenki forral valamit a végjátékra. És elég biztos abban, hogy az be fog jönni. Ami nem bor. Igen. Ami nem bor. Pedig az se ártana. Mi például elfogadnánk oldalt, nekünk tök jó lenne. És forralt borral. Hát persze. Ellennék én is. De így sincsen semmi gondom. Hát figyelj, akkor legalább ki lenne egyensúlyozva a kis felesváltunk, nem tudnánk beledumálni egymás beszédébe, mert az egyik beszél, a másik írna. Na lassan, azt hiszem, jöhetnek. Úgy látom, hogy Jávorszki van megbízva azzal, hogy Szeinek magyarázzon. Fordít lehet. Igen, lehetséges. Hát igen, nem várhatjuk el minden idegen légióstól, hogy beszéljen magyarul. Közben látom, hogy Pöstényi Zoltán van, aki szinte játszott az Egerben, barna zöldcsíkos pulcsiban, a Tiszaújvárosi kispadnál, ő nem öltözött át, de ha jól tudom, akkor mai meccsen még nincs kész az igazolása, de innentől ő is a Tiszaújvárosba fog játszani, és nem nagyon bánom, hogy a mi mérkőzésünkre még nem tudott jönni. Azt mondod? De hát Tiszaújvárosba visszavágon találkozunk vele úgyis. Így van, akkor majd elválik a haszna. De ugyanilyen alapon mondhatnám a mi színünkben Fábián Pétert, hogy ők viszont ugye gondolhatják, hogy jó, hogy ő nem játszik. Lehetséges. Nos, Schneider ismét. Fábián Péter szerintem inkább a technikásabb játékosaink közé tartozik sem, mint hogy a ponterősek közé. Igen, pedig véleményem szerint jó keze lenne azért. És önbizalom kell neki, csak most ez a sérülés is ugye közbejött.
Hát igen, ez igazából insider point, de aki ismeri Fábián Pétert személyesen, az tudja, hogy neki is sérülés mindig közben jön valahogy. Rusznák! Jaj! Szép lett volna! És palánkra dobta, nem szoktam látni Zsolt, hogy palánkra dobja. Jókezű játékosként általában gyűrűre dobja a labdát. Hát most a szög az így hozta ki neki, szerintem így képzelte el a helyzetet. Igen, Tóth Jávorszky és Szei, ők az a három játékos, akik eddigi teljesítményük alapján én azt merem mondani. Eddigi játékos teljesítményük alapján azt merem mondani, hogy még borsot törhetnek az orrunk alá, ha nem figyelünk rájuk eléggé. Hát ez azért egy... Hát magyar elég flagmán eresztette meg a labdát a bíró felé. Igen, de előtt viszont határozottan ugrott itt a mellettünk ülő egri szektorból pár fiatal Szerdahelyi Ádámmal az élen, hogy tudassa a játékvezetővel, hogy ez a vonalon pattant ez a labda. Nagyon szép labda. Ó, Fazekas Csaba kihagyta, megmentette Schneider. Nem sok hia volt. Növelni kéne ezt az egy pontot. Csabi próbálja magát beverekedni. Azért nem olyan egyszerű. Szép. Rusznák mutat, és nagyon átverték a vendégeket. Ez gyönyörű taktikus játék volt. Hát azért akkor mondjuk azt is, hogy ez sem volt azért csúnya. Nem. Határozottan ez is szép volt. Megint egy pont. Na nagyon az utolsókat rúgja a mérkőzés. Pedig még 8 perc van hátra. De nem tisztára, mintha egy last minute hajrát látnék. Az eredmény is, hogy női NB2-es meccset sugall, ez az 56-55. Fazekas robott egy... Te meg a női NB2-es játékosokat szeretheted nagyon, mert sokat emlegeted őket ám. Hát csak azért, mert most itt hétközben volt meccs, azt láttam őket. És ők is láttak téged? Nem hiszem. Na itt a gond. Ajjaj! Ejjjj, Magyar László büntetőhöz jutott. És Zsemje Sándor érkezik Rusznák Zsolt helyére. Megtapsolják Rusznák Zsoltot jobbról. Zsolti ma nem volt olyan ponterős, mint mondjuk az elmúlt meccsen volt, de talán azért így is sikerült győznünk. De az asszisztokat jól adta, ahogy jól néztem. Igen, lepattanult is szedte, tehát van ilyen, hogy jobban odafigyelnek rá, vagy esetleg kevésebb labdát is kapott azért, valljuk be. És kihagyja, Magyar kihagyja mindkét büntető lehetőségét. Táncikálnak össze-vissza, Zsemje volt, aki belenyúlt másodszorra. Most mi volt a pályán, hát? Egy kis káosz. Az mindig jól jön. Nem mindig kell rendnek lenni. Na és katonára fújják a hibát már, hogy látom tekintetét a játékvezetőnek. Hát... Ja, na jó, azért ez nem volt... Lapozzunk akkor. Megviselt a hallójárataimat közben a tripla sípszó. Sípszó már megint. Hát de most ne mondta, hogy nincs igazam. Háromszor nyomták meg. Háromszor. Nyugi Zsolti, nyugi van. Én nyugodt vagyok, öregem. Többet idegeskedsz a meccsen, mert a Sipszó miatt, mint a meccs miatt. Holott 56-55. 11-es játékosunk pedig szarvas kipontozódott. Ez baj. Ez viszont probléma. De hogy miért dobás, azt én sem tudom. De hát dobás van. Nem túl tetszetős. És ott a pont. Készülődik, forralódik a fejemben kettő darab kérdés, amit majd talán két-három másodperccel a mérkőzés vége előtt meg fogok tőled kérdezni. Alig várom. Olyaj. Lépés! Így van, nem fújt faltot, akkor viszont ez lépés volt. Lehetett volna faltot fújni, de... Szerintem az előbb már befújta ezt is. Viszont azt hiszem észre, hogy próbál kiegyensúlyozottan és joviálisan fújni a játékvezető páros. Ez mindenképp egy jó pont.
Igen. Nem, tőlem nem. Legalábbis, akit mindenki azzal vádol, hogy állandóan a bírókra fogok mindent, kérem szépen, aljas rágalom, én csak akkor fogom rájuk, ha van mit. Hát Balázsra próbáltunk több blokk után dobóhelyzetet kialakítani. Most viszont Máté, mivel Máté a második olyan játékosunk, aki eddig 4 büntető pontot szerzett össze. Hát enyhe falt volt talán, de hát nem fújtak, hát, úgyhogy nem volt. Egy kicsit erősebb volt az enyhénél. Szóval mivel Máté Balázs a másik játékosunk, aki 4 hiba pontot szerzett, ezért valószínűleg a támadó faltokat megpróbálják tőle kierőszakolni, hogy kipontozódjon ő is minél előbb. Illetve védekezésben, védekezésben ő fogja kapni a labdát. Sváci Pétert figyelmezteti a játékvezető. Nem csodálom, hogy ideges, mivel ugye nem kaptuk meg a faltot. Nekünk mínusz 2 pont, viszont kaptunk egy 3-ast, az ugye megint 3, ez egy ilyen 5 pontos támadás volt. Hát egyet tudok vele érteni. Jön is vissza Rusznák. Kellenek a pontjai Zsoltinak. Illetőleg a lepattanót is elveszítettük Szei miatt, úgyhogy valószínűleg Zsoltinak az is lesz a feladata, hogy azt visszaszerezze. Most befújta a faltot. Szei nagyon teátrálisan fájlalja magát. Szei? Hát... nagy színész azért, én ezt hozzátenném. Mert amikor azt látod egy emberen, hogy ennyire fáj neki, és a következő percben meg felugrik 3-80-ra, akkor az úgy valami sandít nekem. Valami nem őszinte. Fazekas Csaba, az a, hogy Fazekas Csaba nem volt jó választás, elég gyorsan tud nyugtalanná válni. Közben néha sajnos Fazekas kijötte az első büntetőt. Néha Fazekas Csaba biztos kézzel háborúzik, de néha nagyon nyugtalan. És amikor nyugtalan hibázik. És igen, kint vagyunk ismét egész pályán, úgymond kísérjük a támadásukat. Katona Róbert halált megvető bátorsággal küzd. Jávorszki ellen. Nem irigyeltem Jávorszkit, amit most itt katonától kapott. Elég jól védekezett rajta, de sajnos megint találnak egy büntetőt, vagyis 2-t. Szegyi. Ötös, ügyesen kezeltél. Na most már Máté is ideges. Már püfölé a labdát. Megértem amúgy. Pedig Máté Balázs sem az ideges típus. Sokszor bizonyította már nyugodtságát ebben a csapatban. Persze, mikorra nem most dobná be mind a kettőt. Nos hát, hajrá, gyerünk! 5 pontos hátrány! Megint jön a baj! Ha legalább be tudnám osztani időre, mondjuk 5 percekre, hogy mikor veszítünk meg, mikor nem... Ájjájjájjájjáj! Fazekas nagyon küzdött Szeivel. Na ez volt a lehető legrosszabb megoldás számunkra. 2 pont jó, plusz egy büntető. Szerintem időkérés lesz. Hát ez... hát sajnos ezt most kicsit magunknak köszönhetjük. Van egy harmadik kérdésem is irányodba, Süti. Mondja, Zsolti. Az első két kérdés az maradt talomba, mondtam, hogy majd 1-2 másodperccel a mérkőzés vége előtt fogom megkérdezni valamelyiket a kettő közül. Jó. A harmadik kérdés az az, azért első éves komos vagy te is, csak halasztottál. Igen, passzívon vagyok, szakkifejezés. Vagy. Igen. Van az a fogalom, hogy sajtós etika. Igen? Hogy most azt kéne alkalmazni? Ez a kérdésem, szerinted kéne vagy nem kéne? Hát neked mindenképpen kéne. Nem úgy értem, tehát... úgy ülsz itt mellette, mint valami pap. Nem félreértesz engem, nem tudom, biztosan. Azt akarom tőled megkérdezni, hogy amikor érzed, hogy valamit ki kell mondani, akkor, mint jó sajtós, aki informál, és az a dolga, kimondod, vagy valamilyen másokból kifolyólag... Hát, elméletileg ugye ki kéne mondani, az őszinteség a jó, de hogy látlak téged, te nem mondjál semmit inkább.
Az és mondjál, baj, csak ne ezzel kapcsolatban. Az a baj, hogy az arc kifejezésemet nem látta senki. Vagy nem pont az a jó. Nem tudom biztosan. Úgy őszint, mint egy szerzetes. Hát akkor maradjunk annyiban, hogy megpróbálok nagyon patetikusan fogalmazni. Az én meglátásom szerint ezt az esetet nem érdemeltük meg. De hát ez van. Ilyen a sport. Hát ebből a helyzetből kell tudni kijönni. Nem egészen a sport ilyen, de mindegy. Benne van az is. Mindegy. Maradjunk annyiban, hogy megy tovább a mérkőzés. Szei, aki... És Máté Balázs pedig ilyen kis szöszöket szedeget le az arcáról itt közben halálnyugodtan. Szei, aki átírja az orvostudomány fogalmát azzal, hogy pillanatról pillanatra változik a fizikai állapot a súlyos, sérült és egészséges között. Ismét dobott és ki is hagyta. Köszönjük neki innen is. És az a gond, hogy ahogy én emlékszem, ez a 7 pontos különbség, ez a leszámítva a 0-8-at az elején, ez eddig a legnagyobb a két csapat között. Így 5 perc a vége előtt. Igen. Nem voltál, ugye ismét fel kell emlegetni az előző mérkőzés kaszások ellenére, abban is ilyen szituációban voltunk, és innen tudtunk feljönni. Úgyhogy én bízok benne most is, hogy sikerülni fog. No, Máté Balázs, és nagyon lapos volt. Igen. Sajnos... Schneideren is csúsztattak voltunk. Egyet. Schneideren is csúsztattak egyet. Jávorszky viszont megeresztette. 10 pontos hátrányban vagyunk, 4 perc 45-tel a mérkőzés vége előtt. Gyerünk, össze kell szedni. Ez például így. Így van. Gyorsan 2 pont. Nem jött jól nekünk szerintem Szarvas Péter kipontozódása, és Máténak is jobban kéne figyelnie magára, mert abban a pillanatban, hogy Máté Balázs egy hibát követel, ráverik a sarat és kipontoztatják őt is a játékvezetőkkel. Szedjük! Így van. Kimaradt! Szép! Megszerezte a labdát Schneider Zoltán. Falt, így van. Katona nagyon harcosan játszik. Szerencsére! Mondjuk mindig így játszik, és mi mindig elmondjuk, de lassan már nem kéne mondani, ez a természetes. De hogy is nem kéne mondani. Mondani kell? Mondani kell. Mondani kell. Ez a legszebb tulajdonság a Katona Robertnek. Mondani kell. Illik elmondani. Katona Robert nagy küzdő. Megint Szei csinált egy nyuszi hoppot a palánk alatt, és szerezte meg a labdát. 3 perc 53 másodperc, és 8 pontos hátrány. Piszok gyorsan el kéne halászni azt a labdát. Na még azt kellett volna, hogy ez is bemenjen. De szerencsére kimaradt. Ruszták hosszúja Schneidernek, Schneider el is kapja. Majdnem megállt a szívem egy pillanatra. Nagy eset. Ruszták kiszerez 2 pontot. 61-67. Megijedtem, amikor Ruszták hozta fel irányító poszton a labdát, majd indította Schneidert. Katona megint nagyon durván védekezett. Kézzel lábbal próbálja megszerezni a labdát. És a nagyon durván védekezett, azt a védekezésnek egy pozitív tulajdonságaként mondanám. Az a baj, hogy ez a durva védekezés, ez megint 2 pontot ért a 2 pontot érhet a vendégcsapatnak. És igen, és így nehéz közelebb jönni, hogyha mindig pontot kapunk. 6 pont van közte. Ez az, marad. Egy kicsit bunkó akarok lenni, úgymond magyarosan kifejezve. Örülök, amikor Magyar László áll a vonalnál, a büntető vonalnál. Erről beszéltem. Igen. Azt el kell ismerni, hogy ez nem tudom, hogy... Így viszont... Bocsánat, mondjad. Nevezhetem herdálásnak, vagy pazarlásnak, nem tudom, minek kéne neveznem, vagy csak a jó isteni szerencsének, de valahogy egyszerűen képtelnek a büntetőket bedobni. Ajaj, most nálunk is van azért káosz. Na, nagy mentések! Falt volt, fújt az alapvonali játékvezető, hál' Isten. 2 büntetőpont. Nem értem, hogy a vendégcsapat edzője miért fogja a fejét annyira. Nincsen büntető szerintem, mert még csak ugye 3 csapathibánk van, és ez nem
nem dobtunk most gyűrűre, szerintem csak falt és oldalról fogunk jönni, de mindjárt a szünet után és az időkérés után majd ez. 2 perc 44 másodpercünk van 6 pontot behozni, úgyhogy ha oldalról dobunk mondjuk, és szerzünk egy 3-ast, az mindig jó. De még egy 2-essel se rossz. Ha elhalászekelünk a labdát és ők szereznek pontot, na az olyan a rossz. Nincs. Olyan nincs. Nem létezik. Megtagadjuk a létezését. Azt kéne most csinálni, amit a múltkori kaszások elleni meccsen meg kéne mutatni itt is, hogy annak ellenére, hogy Pesten ugye idegenbe voltunk, és azért elég erősen szurkoltak is az óbudai kaszásoknak, mégis fel tudtunk jönni egy ilyen hátrányból, itthon is meg kéne ezt mutatni a hazai közönségnek. Hát gondolom, ugye akarják a fiúk, csak majd meglátjuk, mi lesz. Hűséges a hazai a közönsége, az biztos. Ha nem mondom azt, hogy megérdemlik, nem mondok semmi hasonlót. Én azt mondom, hogy ha megkapják ezt a csapattól, akkor megérdemelten kapják meg. És akkor kikerültem. Kikerültem mindenkit és mindent. És mégis igazat szóltam. Na lássuk! Direkt néztem a sípszót, és kicsi volt, és rövid. Ez és most egy. Igen. Ez jó volt, igen. Nem? Ez most jó volt. Igen, az bánt, hogy itt van fölöttünk ez a szerkezet, amiből szól a síp, és azért ilyen hangos. Rájöttem, én megfejtettem. Most én is hallottam, hogy a fülembe. Te egy oknyomozó riporter vagy. Igen, igen. Hívjál csak Kalambónak innen. Mindig megfejted. Alapvonali bedobás lesz. Valószínű, hogy ezért erre kitalált Váci Péter közben egy figurát, hogy mégis mi lesz. Most kéne valami pont. Mindegy hogyan, mondjuk egy 3-as Mátétól. Jaj, de szép! Ez az, gyönyörű volt. Jaj, de legjobb szép! Kor. 64-67! Hány pontos Máté Balázs? 30, az a 4. 34? Véleményem szerint 34, igen. Jó, ez az. Schneider visszaszerezte a labdát. 3-2-ben vannak, Fazekas Csaba! Álljunk meg, álljunk meg, srácok. Schneider is nagyon kellett ehhez. Nagyon nagy labda, nagyon nagy falt. Labda volt. És falt. Próbálja Jávorsz kidegesíteni Rusznákot, remélem Zsolti nem hagyja. Most nagyon nagy szükség van rá. Igen, Jávorsz ez úgy volt ezzel a falttal, hogy ő nem akarta, hogy Rusznák pontot dobjon, ezért így kicsit rámenősen faltolta. Nagyon szép. Jó. Zsolti most nagyon jól tűrte ezt a... És ha megkérhetném az operatőrület egy pillanatra, mutassa Máté Balást majd. Most már mindegy. Most már mindegy, Máté Balázs az előbb itt a félpályán elgugolva. Egy pont hát, egy két pontra. Perc, négy. Erről beszéltem, hogy ez volt Budapesten is, csak a szások ellen is volt. Ennyi szíve a csapatnak, hogy feljöjjön. Ajaj. Rájátszott az igaz, de függetlenül falt volt. Nagyon szerencsés volt ez. Nagyon szerencsés és nagyon szép húzás. Lássuk Katona Róbert, mit kezd a helyzettel? Húha, nem egyszerű meccs, azt kell, hogy mondjam. Hálóba kérnénk, srácok! Hálóba alá! Jó lesz az! Nagyon szép! 68-67! Újra előnyben vagyunk! Látod? Mínusz 6-ról, pitpak feljöttünk. Még egyetlen egy... Ha ennyi marad az állás, is jó. 1 perc 14. Nagyon kevés híja. Kiporog a pályáról. Fazekas megmenti. És újabb pont lehetőségünk van. És ott az újabb kettő. Falt, így van, így van. Falt. Rusznák újra jöhet. És közben Fazekas sérült meg, ha jól látom. Ezt kell, hogy mondjam, ismét megmutatta az EGRI picit csapat. Picit nem vérzik a szája Fazekas Csabának? Igen, picit vérzik a szája Fazekas Csabának, úgy látom. Mekkora cselt alkalmazott. Fazekas Csaba. Beoperálta a szájába a papírzsebkendőt. Elmondom, hogy azt akartam most, Csabi, hogy ugye vérzőjátékos nem tartózkodott a pályán, és ezért így ezzel csökkenti a vérzést, de nem vett észre a játékvezető, így hagyja. De azt kell, hogy mondjam ismét, azért
Jól van! Most már nem mondjunk semmit, most már szorítsunk mi is. Nagyon nagyot küzdöttek a srácok itt az elmúlt Zsolti, két percben. Gyerünk, még egy pontot kéne dobnod. Még egyet kéne dobnod. És meg is dobja! 70-67! Nagyon szép! 52 másodpercig kell kitartanunk. Suszlák megmutatta, hogy hogy kell úgy jól játszani, hogy nem dobsz sok pontot. Így van. Így van. A végén nagyon most, fontos most meg kell fogni őket. Tóth hármasa kimarad, és Ruszlek leszette a lepattanót. Megint mi lehetünk 34 másodperccel a játék vége előtt. És Katonának már nem kell sietni. Húha. Jávorszki is összeszedett egy faltot közben. Minden elismerésem a fiúknak ismét. És Katona is dobhat. Ha már csak egyet bedob, akkor már nem tudnak olyan pontot szerezni, hogy hosszabbításra vagy akármi ilyesmire kerüljön sor. De Robi ügyes. Nem baj, nem baj, Robi, nem baj. Ott a másik, még ott a másik lehetőség. Semmi gond nincsen. Csak meg kell őket fogni. Csak dobni kell még egyet, és meg kell őket fogni. Bedobja, akkor Robi. Nincs baj. Így van, mi tudjuk, hogy bedobja. Mi tudtuk, hogy bedobja! Így van. 71-67, 30 másodperc van hátra a rendes játékidőből. Szeiláron fog, és aki marad, és Fazekas megint leszedi a labdát! Álljunk meg, fiúk! Nem sietünk sehova! 13 másodperc. 13 és fél másodperc. 4 pont, 13 másodperc. Két büntető. Schneider Zoltántól. Meg kell, hogy legyen már ez a mérkőzés. És akkor szerintem 13 és fél másodperc. Megkegyelmezek magamnak is, kiköpöm végre. Elmondom a két kérdést. Mondjad. Alig várom. Az egyik szerintem, nagyon remélem legalábbis, már nem aktuális. Igen? Azt arra az esetre tettem be, hogyha esetleg a vendégcsapat megnyerni a mérkőzést. Hát már nem szabad. Azt kérdeztem volna. Kimaradt? Bravo, Fazekas! Fazekas Csaba az utolsó pillanatban közben. És ezzel azt hiszem, hogy betettük a kaput. Passzoljunk, ez még egy esély a kegyelem döfésre. Így van, nagyon Fazekas szép. Csaba. Nagyon nagyot küzdött ismét az EGRI csapat. Gyönyörű! Az lett volna a kérdésem, még így gyorsan vakfuttába, megérdemelten nyertek-e? Abszolút megérdemelten, óriási szívvel küzdött, úgy érzem, az EGRI csapat ismét, ahogy ez látszódik és hallatszódik is, nézőkön most. Ugyanez vonatkozott volna ugye a vendégekre is. De nagyon jól játszottak, főleg itt a végén. 71-67, ennyit kell még elmondanunk igazából. Gyönyörű mérkőzés volt. Nem túl pontgazdag, pörgős, iramos. Egy remek játszma volt. Megérdemelte a csapat a győzelmet, a gratulációt is. És hát megköszönjük a figyelmüket az operatőr Kaló József, Sütő Gergely és Fülöp Zsolt. Viszontlátásra! We'll be right back.